utolsó, ne is menj el, mert így minden, összegyűlünk a színpadon itt mindannyian, és ő volt az utolsó versenyzőnk, de én szeretném az összes versenyzőnket újra felkérni a színpadra, úgyhogy gyertek, gyertek, hogy megnézhessétek őket még egyszer. Gyertek, gyertek fel, fel, fel. És hát ugye azt már elmondtam az elején, hogy a jelmezek mind saját készítésűek, a versenyzők maguk dolgoztak rajta, és egy-egy jelmez nagyon-nagyon hosszú időbe telik, mire ugye az elejétől kezdve elkészül a tervezéstől, egészen a megvalósításig. És igen, láthattok mindenféle karaktert, játékokból, rajzfilmekből, filmekből, úgyhogy tényleg mindenhonnan érkeztek hozzánk versenyzők, és örülünk, hogy ilyen sokan itt voltak ma. És hát szeretnék tőletek egy nagy tapsot kérni nekik, hogy eljöttek ide ma hozzánk, illetve hogy a ti is itt voltatok, és megnézt. Nagyobb tapsot, gyerünk, gyerünk, nagyobbat, nagyobbat! Közben Tiriel küzd felfele a lépcsőn, ő is megérdemel egy tapsot. Már rakják felfele. Biztossát! Káromkodott, én hallottam. Most várj, leüt a szárnyaival, akkor én most átmegyek alatta. Helyes? Jó, jó, jó. Ah, nagyszerű. Szóval nyugodtan ide is jöhet még valaki, aki ja, itt egyik, senki nem tud googolni itt a szélén. Úgyhogy ők voltak a mai versenyzőink, és ne felejtsétek el, hogy 15 órakor is lesz egy verseny, ahol a páros versenyzőket láthatjátok. És még egyszer egy utolsó nagy tapsot kérek szépen az egyéni versenyzőinknek. Nagyobbat, gyerünk! Egy utolsó nagyot! Köszönjük szépen a versenyzőinknek, hogy itt voltak. És hát ugye 15 órakor arról még elmondom arról a versenyről, hogy ugye az a CICAF, az a China Cosplay Super Show nevű versenynek a magyarországi válogatója lesz. Kettő fős csapatok jelentkezhettek rá, és a legjobb magyar csapat fogja képviselni Magyarországot Kínában a döntőn május végén. Nem, bocsánat, április végén, május elején jövőre.